Több baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt 4 napban az ünnepek alatt. Ezeken a felvételeken egy ráfutásos ütközés látható Nyíregyháza belvárosában, az Incédi soron. A második autó időben reagált az első kocsi fékezésére, azonban a harmadik vezetőnek már nem sikerült megállni és összetolta őket. Itt jelentős volt az anyagi kár, de más közúti balesetek is történtek az ünnepek alatt. A Sóstőtön történt baleset, Nyíregyháza és Sóstő gyógyfürdő között, ahol egy kanyarodó gépjárművezető nem volt kellően figyelmes, amikor visszakanyarodott Sóstő fele, és már őt előzte egy haszonjármű. A helyszínen ketten sérültek, meg is jelentős volt az anyagi kár. Szintén elsőbség megnemadásból történt egy baleset Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán, ahol egy személygépkocsi az Irény János utca felől hajtott ki, és nem adott elsőbséget a neki jobbról a város felé érkező személygépkocsinak. Azzal ütközött, a vétlen jármű még egy parkológépkocsinak is nekihajtott, és annak vezetőjét szállították a mentők könnyű sérülése kórházba, az anyagi kár mindhárom járműben igen jelentős volt. Személygépkocsival kapcsolatos halálos kimenetelű baleset nem történt a megye területén, egy motoros azonban életét vesztette még április 14-én késő este. Eddig tisztázatlan okokból a 34 éves nyíregyházi férfi a 4-es számú főúton lesodródott az úttestről és felborult. A rendőrség az ünnepek alatt összesen 3249 járművezetőt ellenőrzött a megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területén végeztek közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrök az ünnep 4 napja alatt. Kiemelt céljuk a forgalom segítése, az ittas járművezetők kiszűrése volt a forgalomból, tovább a közlekedési balesetek számának csökkentése volt. A rendőrök összesen 13 személysérüléssel járó közötti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek, ebből egy halálos kimenetelű, 3 súlyos és 9 könnyű sérüléssel végződött. Kedd délelőtt ismét baleset volt a 41-es számú főúton levelek külterületén. Egy kanyarodó kis teherautó vezetője nem vette észre, hogy őt már előzi egy személygépkocsi, így kanyarodás közben összeütköztek. A helyszínről a mentők 2 sérültet szállítottak kórházba, az anyagi kár itt is jelentős volt.